Egerben a Trinitárius utca egyik irodaházában nyitotta meg országos kampányközpontját a Magyar Szociáldemokraták pártja. Az iroda hivatalos megnyitóján elhangzott, nem csak azért került ide a párt országos központja, mert egy erős szervezet dolgozik Egerben, a vidéki irodának komoly üzenete van. Jelzés értéke, hogy az összes országos párt közül mi vagyunk az egyetlen, ahol vidéken van az országos kampányközpont, üzenet értéke pedig az, hogy mégiscsak a választók döntő többsége nem Budapesten él, legyen egyfajta lehetőség és egyben felelőssége is a mi pártunknak, illetve ennek a csapatnak, hogy valódi jó kampányt csináljon. A szocdemek aláírásgyűjtésbe is kezdtek, hogy kiderüljön, milyen támogatottsága van a pártnak az országban. Egy hónap alatt 45 ezer aláírás gyűjtöttek, november 30-áig szeretnék meghaladni az 50 ezret is. A szociáldemokraták január első hetében tartják választmányi ülésüket, ahol miniszterelnök jelöltet állítanak, és elfogadják a párt programját.